Nem kell bemutatni valakinek, a professzor asszony, nagy szeretettel köszöntjük, és egy tapsa. Mindjártokat szeretettel köszöntelek, már csak azért is vettem így tegezőre a dolgot, mert én mint egy másfél évvel ezelőtt voltam itt, amikor ilyen stresszkezelők kézüket tartottunk együtt, és akik itt vannak, látom, akikkel találkoztunk, és együtt pizzáztunk, hogy téli szünetben, és emlékeim vannak, amik nagyon kellemesek, és akkor ott ugye, mint a tréningeken általában ott tegeződtünk, de ha nem sért senkit az, hogy én ilyen tegezőre fogom, akkor én szeretnék így ilyen közvetlenséggel jó együtt lenni, és jó valahogy úgy fölkészülni. Hát, de most közeledik a karácsony. Ez nekünk egy lelki feladat, hogy az adventben kicsit foglalkozzunk a lelkünkkel, hát ha már máskor nem, akkor legalább adventben. És hogy is foglalkozzunk a lelkünkkel? Hát elsősorban úgy, hogy külön a lélekkel foglalkozni bajos dolog volna, mert test-lélek olyan szétbogozhatatlan egységet képez, hogy amikor arról van szó, hogy mit is tehetünk a testi-lelki egészségünk érdekében, csak így együtt lehet erről beszélni. Mikor arról volt szó az előzetes megbeszélésben, na mi legyen ennek az előadásnak a témája, a címe, akkor csak úgy keringtünk egy olyan téma körül, hogy lelki megküzdés, lelki erőllét, hogy milyen életerő serkentőink vannak, amiket a tudomány bizonyított. És valóban minden olyan, amiről én beszélek, tudományosan alátámasztott, mert ahonnan hozom ezeket az ismereteket, az egészségpszichológiának, egy új tudományágnak, a pszichológiának egy 20 évre visszatekintő új tudományága, ennek az ismeretanyaga, és ez pedig ez az irányzat arról híres, nagyra is tartja magát, hogy minden egyes kijelentésének van tudományosan kutatott, bizonyított alapja. Ami nagyon rokonszenves dolog, mert én nekem nem kell kérnem titeket, hogy te higgyétek el, hogy az úgy van, mert mindenki erre rá van bízva, hogy mit hiszel és hogyan, mert azt mondja ez az egészségpszichológia, hogy van egy ilyen ismeret, amit ajánl, igen praktikus egyébként, akkor csak próbáljuk ki, és kipróbálod, és akkor rögtön ellenőrzöd saját személyedben is, hogy az, amit a pszichológia ajánl, kínál, beválik neked, vagy nem válik be. És nagyon érdemes kipróbálni. Még azt is mondom, én nekem nem is kell semmit se hinni, nem is kell elhinni. Csak arra kérlek benneteket, inkább kételkedő módon, mindent majd próbáljatok ki. És akkor tényleg eldől, hogy vajon ennek az új tudományágnak, és az eredményeinek, és azoknak az eszközöknek, amit átad nekünk, hogy könnyebb legyen az életük, van-e egyfajta validitása, érvényessége, vagy sincs. Tehát egészségpszichológiát eleve gondoljátok el, hogy mennyire más a megközelítése, mint a hagyományos pszichológiának és mint az orvostudománynak. Hogy az orvoslásban megszoktuk, hogy azt mondják, prevenció, előzd meg, tehát akkor mit ne csináljunk. Már mondom is, hogy mit ne csináljunk, általában az van tilalmak. Hogy egy jót se egyél azért, mert gondold meg, hogy a vér-sírsav szintet hogy fog emelkedni. Egy jót se igyál, mert gondold el, hogy az alkohol, vér, alkohol szint milyen ártalmas, stb. Az egészségpszichológiának egy nagyon jeles professzor asszonya, azt mondta, Barbara Fredricksonnak hívják, azt mondta, valójában, hogyha tényleg megfogadom, amit az orvostudomány mond, mert azt üzeni, kerüld már el a stresszekre. Hát egy kicsit próbálj már stresszmentesíteni. Jól van, nem járok dolgozni, és ritkítom a családtagjaimmal való találkozást, akkor pont jó. Hát gondoljátok el, hát mi az, ami stresszt okoz? Mitől kerülünk izgatott állapotba, nyugtalan állapotba? Mitől lesz magasabb a vérnyomásunk? Mitől lesz az egész élettani folyamat megkergetve bennünk? Mitől? Attól, hogy az, aki és ami az éppen a szituációban fontos nekünk. Fontos a munkák, fontosak a munkatársi kapcsolatok, tehát a legeslegfontosabb a szeretet kapcsolatok. És egymást betegítjük meg. És hogy ahogyan egymást meg tudjuk betegíteni, úgy ugyanazon az úton tudunk egymásra gyógyító hatást is gyakorolni. És ez nagyon fontos tudni, hogy hogyan tesszük, de hogy betegítjük meg mi? Saját magunk is, saját magunkat. Azt mondja az egészségpszichológia,
muszáj, hogy egy kicsit optikát váltsunk, szemléletet, nézőpontot, és akkor szemben az orvostudománnyal, amelyik ennyire tilt, és tudjátok, hogy vagyunk a tilalmakkal. Ezt pszichológiai tényként állíthatom. Ha valamit megtiltanak, ne csináld, akkor érdekes módon az emberben a gyerek lélek elkezd ingerkedni csak azért is. Na, csak azért is. Másrészt meg, hogyha mondjuk valaki dohányos, és azt mondja, ne dohányozzál már, hát meg elmondják a következményeit. Ugye, hogy milyen magas a korreláció, a legmagasabb az együttjárás betegségoki szempontból, például a tüdőrák és a dohányzás között, hát valakinek ezt elmondják, akkor a dohányos szívéhez kap, és arra feszült lesz, hogy rágyújt gyorsan. Tehát az, hogy megtiltani valamit, nem jó. Tényleg úgy van, hogy nincs értelme a nagy tilalma. Na de akkor mi lehet valakit rávenni arra, hogy egy picit odafigyeljen az egészségére? Nézzétek, az egészség jeltele. Hát nem, hát ha egészséges vagy, foglalkozol magaddal? Nagyon nehéz, mert annyi dolgunk van, annyi mindenféle, és akkor törődünk azzal, ami éppen a feladat, és nem azzal, hogy most nem is mérlegeled, hogy most mi van veled, egészséges vagy, vagy sem. Csak amikor az ember már megvillan az egészséges valami zavaró tünetet, és szóval, akkor arra már odafigyelünk. Tehát nagyon okos az egészségpszichológiának az egészen más optikája, hogy azt mondja, vegyél föl egy másik szemüveget, és azt nézd meg, hogy mi tart talpon, és eleve ez a nézőpont, hogy mi az, hogy ugye figyelték, és ez természetes, mert mi is tudjuk, és tapasztalhattátok, hogy vannak, akik annyira bírják a stresszeket, és olyan golyóállók szinte, hát mi a csodát tudnak ők? Na most tulajdonképpen ez lett az egészségpszichológiának egy ilyen új szemléletmódja, hogy nézzük meg, hogy látod, itt mosolyogsz, és virulsz, és egészséges vagy, és bírod a stresszeket, én meg itt gornyadozom, na mit tudsz te? És akkor ugye a titkok felderítése, megfigyelésekkel, rengeteg ember vizsgálatával. És így alakult ki ez egy olyan fajta fantasztikusan hasznos, tudományos kutatási irány, amely már nem is azt mondta egészséget mutat, hanem életminőséget. Mert kiderült, hogy valójában az az igazi, mikor az ember nem csak hogy egészséges, ugye, ami jeltele, jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy van kedvünk fölkelni, neki kezdeni a napnak, hogy van lendület bennünk, van motiváció. Hát bizonyára tapasztaltátok már, azt is akkor érezzük, amikor hiányzik, hogy mikor nincs lendület, motiváció, nincs indíték, reggel kitápászkodsz az ágyból, és úgy érzed, jaj, ezt a napot is el kell kezdeni. Hogy ez nagyon-nagyon rossz, mert nincs ez a hajtó erő. Na most az életminőség szempontjából azért döntő, hogy érezzük magunkat jól a bőrünkbe, mert akkor van egy perspektíva, akkor tudunk előre tekinteni, akkor belekapaszkodunk a céljainkba, és hát fantasztikus, amire jutott ilyen szempontból a pszichológia, és mindjárt mondom is, hogy a kutatások eredményei azt bizonyították, hogy vannak olyan fajta attitűdök, viszonyulásmódok, gondolkodásmód, és van olyan fajta viselkedési lehetőségünk, aminek nyomán a szervezetben magában olyan fajta biológiai változások keletkeznek, olyan hormonváltozások és olyan működésbeli nagyon pozitív változások, hogy a szervezet saját magát erősíti, ezeket nevezte el a tudomány vitalitás generátoroknak, hát ilyen műnyelv, tudjátok, egy szakmának mindig van ilyen műnyelve, hogy a saját kifejezései vitalitás, tehát életerő, serkentő, gerjesztő, és hát mik ezek? És döbbenetes, ahogyan ebben a vizsgálódásban, hogy ugye ki az, aki ilyen golyóálló a stresszek közepe, aki jól érzi magát, és hogy jól bírja magát a sok stressz közepette is, arra jutottak, hogy van egy alapvető beállítódás, még azt is mondhatnám, kicsit olyan ez, mint az életfilozófia. És ez az optimizmus. Az optimista ember szemben, ami rögtön nekiszaladó elképzelésünknek, hogy persze nagyon derülátó, persze nagyon derülátó, nem csak ez az optimizmus jellemzője. Kiderítették, hogy az optimizmusnak van egy nagyon izmos faktora, egy nagyon komoly, erős összetevője. Nem kell ahhoz nekünk örömködni és így hurrá optimizmus, nem erről van szó, hanem arról, hogy van-e egy egész határozott jövőképed, egészen biztos út, ami kinyílik a számodra tudod, hogy 10 év múlva például hol szeretnél tartani az életben. És ez olyan, hogy az elképzeléseket föl tudod építeni magadban, és tudod erősíteni magadban. És igazán megkérdem, van-e jövőképed, akik itt ülünk? Vajon tudjuk-e, hogy milyen hatalma van annak? Hatalma van, mint a varázslat. Hatalma van az egész testi rendszerre,
ha mi tudjuk, hogy merre akarunk tartani az életben, nézzétek, hát az nem baj, ha mégis majd picit kibillente az élet, hogy nem pont arra tudsz lépni, hanem egy kicsit odébb, de megvan, hogy merre akarsz lépni. Mert a te akaratod, hogy mit szeretnél, az úgy hatja át az egész szervezetedet, minden pici sejtnek azt üzeni, az a gondolat, amit te kiformáltál, hogy neked ezt vagy azt meg kell valósítanod. Szóval te szeretnél még egy gyereket szülni, vagy hát most olyat mondok, ami talán manapság nem annyira primer a nők agyában sajnálatosan, de valami örömöt akarsz az életben még. Tervezd meg, hogy mit szeretnél, hogy 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, 10 éves időtáv azért nagyon fontos, mert a kutatások ilyen 10 éves időtávban tudták ezt igazolni, hogy mekkora hatalma van annak, hogy te előre tekintesz. Mert ugye azt tudjuk, a pessimista mit csinál, az fél, már holnaptól is fél. Jaj, csak ne legyen valami baj. Jaj, csak maradjon minden úgy, ahogy van. Lehetőleg a változást is nehezebben tűrik, és igazi vonulátó. Tehát nem tud előre úgy tekinteni, hogy majd jöhet valami jó. És amikor te megálmodod, hogy mit szeretnél, hát nem rosszakat álmodunk magunknak, vagy tervezünk magunknak, hanem kifejezetten jót. És ugye olyan vizsgálatok bizonyítják azt, hogy amikor te egy gondolatot beteszel a fejedbe, és innen kezdve tudom az egészet tudományosan levezetni, hogy mi történik velünk. Betesszük a gondolatot a fejünkbe. A gondolat maga, ami most bármire gondolsz, ott van a fejedbe a gondolat, igazolta a tudomány, hogy az egész test szolgai módon, automatikusan, rejtetten előfeszített állapotba kerül, izmaid, titkon előfeszített állapotba kerülnek, hogy azt a dolgot, amire te gondolsz, megvalósítsd. Fölkészül a szervezeted, a test szolga, hatalmas automatizmus. Tehát ha te olyan gondolatokat táplálsz és teszel be a lelki rendszeredbe, az az üzeneted, hogy például jaj, de jó, hétvége következik, ez nagyon jó, már valami fog történni, valami jó fog történni. Úgy gondoljátok el, hogy magatok azt a kísérletet egyszerű és gyors megcsinálhatjátok, amivel ezt a tételt ellenőrzitek. Reggel, mikor fölkeltek, ne nyisd még ki a szemed, hogy az egészet jól be tud ültetni, amit szeretnél, vársz a naptól, tedd be azt a gondolatot, hogy jó reggelt, örülök a mai napnak, ma valami jó történik. Tedd be ezt, ma valami jó történik. És akkor hogy alakul aztán a napod? Hát egyetemi hallgatók csoportjával csináltuk meg azt a kísérletet, már amikor ezt közölték, akkor szinte évekkel ezelőtt, tehát sok bizonyíték gyűlt már össze azóta is. Tehát az évfolyamnak az egyik része ugyanúgy kelt föl, és ugyanúgy csinálta a napot végig, mint ahogy máskor, és kellett neki írni, hány jó dolog történik vele. A másik csoportnak meg reggel betette azt az egész napra fölkészülésben, hogy egy reggeli meditációnak is szokás nevezni, nem akarok semmi műszót ráaggatni. Az a lényeg, hogy még mielőtt fölkelnél, még azelőtt nagyon fontos, hogy betegyük ezt a gondolatot, beteszed, hogy ha valami jó történik. De hát érdemes is magadnak egy olyan kis szövegecskét, ami csupa pozitívum, hogy jó reggelt kívánok magamnak, mindazoknak, akiket szeretek, akikkel csak találkozni fogok, ma valami jó történik velem, vezess oda egy fénysugarat a lábujjaidhoz, vezest végig, mondd, hogy mosolyog minden pici sejtem, mert örül a mai napnak, mert ma valami jó történik. Na most ugye egy gondolatfutam ám, hát hosszan tudom csak elmondani, de nagyon gyorsan végig tudod gondolni. Csak ami történik. És innen akkor mondhatom tételről tételre, ahogy te ezt beültetted, ment a parancs. Vagyis, hogy felvette a te megvalósító szervezeted, hogy itt valami jó fog történni, a szemed tehát, ami ugye csak közvetíti a képet, a szemed, a látószemön magán túlnéz. Tehát látjuk, amit látunk úgy, hogy az agyunk lát. De az agyunkban már be van téve az, hogy ma valami jó történik. És gondoljátok el, hogy milyen az emberi elmeműködés. Elkezdi keresni az agyad a jót. Hol van az a jó? Hát akkor megígérted, hogy ma valami jó történik. Hát hol van az a jó? És a kísérletek azt igazolják, hogy szemben azzal a csoporttal, amelyik egyáltalán hát szokott módon viszonyult a naphoz, az a csoport, amelyik ezt művelte, valóban ez a bizonyos, úgy is nevezzük a beállítódás pszichológiája, beállítod az elmédet, beállítod a jóra, beállítod a jó elvárására, és a szervezeted veszi a parancsot,
és úgy működik a látásod, hogy azt a képet hozza be, és elmégy amellett, ami máskor észreveszed és bosszon. Képzeld, elmégy mellette. Tehát olyan módon segít, hogy tényleg azt a morzsányi jót, ha egyáltalán van, a napban az biztos, hogy valahogyan összeszedi és jelzi neked. Na most, ja, hogyha belegondolunk, hogy ekkora hatalma van egy gondolatnak, de még egyet javasolok, amit megcsinálhattok otthon, mert nagyon szórakoztató. Veszünk egy órát, a számlapját fölfele fordítjuk, és akkor a gyűrűtből csináljatok ingát, hogy leteszed a könyöködet, és akkor az a óra számlapja fölé tartod az ingát. Fogja meg a párod a alkarodat, nehogy csaljál, véletlenül vagy, hogy nehogy el tud mozdítani, csak gondolj a bizonyos számra. 30 másodpercen belül az inga a kívánt szám irányába leng ki. Miért? Mert ezek a rejtett, előfeszített állapotok, előfeszített, úgymond, tehát azok a finom izomrostok, nem ám a nagy kivitelezők, hanem a finom izomrostok is már veszik az akaratot, a gondolatot, és megvalósítják. Na most, ha ekkora hatalma van a gondolatnak, most ezt képzeljük el, mikor mi a jövőre irányulunk. Optimizmus, jövőkép, jövőre irányulás, életterv, hogy megvan a terved, megvan a célod. Az ember, ha van kiért, miért élnie, minden hogyan elvisel, és minden áron az organizmus maga itt már nem is te tudatosan, hanem a te szervezeted minden erővel igyekszik megvalósítani azt, amit ilyen fontos gondolatként betettél. Tudok erre hazai kísérletet mondani, Kopp Mária és munkatársaiak, hallottátok mind a nevüket, nyilván Skrapszki Árpád, de Kopp Mária neve eléggé ismert, televízióban sokszor lehetett látni, sajnos nagyon hirtelen 70 évesen meghalt, mert ő tényleg odaadta a szakmának az életét, egy különös értékű ember volt, mert egy olyan kísérletet csinált, 6400 valahány az apróbb számadatot már nem tudom, de hogy ugye nagyon-nagyon sok embernél életkor nem, foglalkozás, iskolai végzettség szempontjából ugye különbözők, és azokat megkérte, ez volt az alapvizsgálat, hogy hát, hogy képzeljék el, hogy mit szeretnének 5-10 év múlva, milyen életcéljuk van, milyen jövőtervük van, hogy talán ha leírnák, és azt is, hogy ezt úgy mondja a pszichológia, a koherencia vizsgálat, hogy mennyire érzik azt, hogy eléggé tudnak az életükben terveik, elképzeléseik szerint tovább lépni. Tehát mennyire van hatalmuk a saját életüknek a irányítása fölött. Na, megcsinálta a vizsgálatot, és fő vonalaiban két fő csoport alakult ki. Az egyik csoport, amelyik hát leírta, hogy igen, én 10 év múlva ezt és ezt szeretném, és ugye szeretném, hát nem úgy, hogy ez fog történni, hanem hogy ő szeretné. Tehát mert álmodni, merte a vágyait letenni. A másik főcsoport pedig sokan sajnos, még rossz néven vették a kérdést is, hogy ebben a mai világban hogy lehet ilyen kérdést egyáltalán föltenni, mikor az ember örüljön, hogy él. És bocsánat, hogy ilyen profán megjegyzések is voltak a kérdévek alján, hogy örülök, hogy testvilásaim vannak már, bocsánat, hogy így fogalmazok, mindenki érti, mi volt odaírva. Nem, hogy még én azzal foglalkoztam, hogy, meg hogy örülök, hogy ma élek, nem az, hogy majd mi lesz a jövőben. Na most akkor ez a döbbenet, hogy mikor 10 év múlva, közben is vizsgálták őket, a 10 év a döntő, 10 év elég ahhoz, hogy valaki szabályosan pusztítsa saját magát, ezt tudom mondani. Mert azok, akiknek nem is mertek álmodni, még rosszabb megtették a kérdést is. Tehát szinte úgy viszonyultak hozzá, hogy lehet ilyet föltenni, vagyis annyira nem volt meg bennük az a fajta belső bátorság, hogy tudjanak egy jövőképet elképzelni. Na, ezek az emberek egy részük már nem élt, és a következő az, ami jellegzetesnek mutatkozott. Szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók, függési betegségek és a depresszió. Szemben azokkal, akik, hát megtehetjük el végre, akik mertek álmodni és merték elképzelni, hogy mit csinálunk az életbe 10 év múlva. Én annyira szívemre vettem, mikor olvastam ezt a tanulmányt, hazamentem, mondtam, egy 5 éves tervet legalább írok. Biztos, ami biztos legyen egy terv. És azt is tanácsolja egyébként ennek nyomán az eredmény, hogy aztán szaporítsad ezt, írjál hozzá ezt, azt, és olvasgasd újra és újra, hogy jól beépüljön neked, van egy jövő terved, és menjél álmodni.
mert azt kívánni, amit igazán szeretnél. Ha most itt kételkedő gondolatok vannak valaki fejében, akkor szeretném azt elmondani, hogy az ember nem verbálisan magáról üzen. Hogy? Két agyféltekénk van. Az okos érti a beszédet, ez a bal agyfélteke, de csak azt tud beszélni, de közben meg olvasni, leolvasni a jelzéseket, a szempontaktus jelzését, a nem verbális gesztusok jelzését. Filogenetikailag kódolt, örökletes, magunkkal hozott, automatikus, jobb agyféltek és érzelmi, agyi, leolvasó képességünk van, hogy rád nézek, és az agyam olvas, 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 és az, amilyen a te állapotod, azt az érzelmi agyam már régeség leolvasta. 7% amit a szavakból értünk, meg 38% amit a hangszín, hanglejtés, intonáció, dallam, ritmus, és 55% amit teljesen a gesztusok, a mimika, a posztúra, testtartás és a közelség, távolság. Ugye ezek a nem verbális dimenziók. De még közben, hát még azt is mondanám, megtévesztettek vagyunk, mert örökké a szavakon lovagolunk. Tére is értjük egymást rettenetesen sokszor. Mert ugye nincs összhang az érzelmi agy által leolvasott és a te általad megértett között, tehát nagyon-nagyon sok probléma adódik ebből, hogy nem tudatosítjuk, hogy te magadról üzenetet küldesz akkor is, tehát én megállok és egy szót se szólok, és akkor is üzenet vagyok. Miért? Mert az ember, egyik ember a másik számára azonnal üzenetté válik. Valamit üzen, mit üzen, hogy itt áll egy ember, mindegy, hogy neked érzelmileg mit jelent, hogy esetleg én meg se szólalok, vagy bármi is, tehát aztán értjük egymást. Na most ezt meg elfelejtjük. De mikor beteszi a gondolatot, meg az elképzelést az ember a fejébe, és azt szépen az érzelmi agy fogadja. Mert ugye az okos, hogy el van foglalva azzal, hát neked dolgot van napközben, meg koncentrálni kell, meg gondolkodni kell, meg következtetni kell, meg pénzzel kell bánni, meg mi egymás, mind valagyféltek is. De az érzelmi agy automatikusan befogadta, és őrzi ez a beállítódás pszichológiája, hogy ő fölvette azt a bizonyos üzenetet, hogy te mit szeretnél, és ezért erre teljesen rákészíti az egész szervezetedet. Na most gondoljuk el, hogy ha te egy jövőtervet így dédelgetsz, akkor nap mint nap megerősíti, pláne ha még el is olvashatod, amit leírtál, hogy mire állítódjon, de hogy mi az, amit majd neked elő kell segíteni, és meg kell csinálni, és hogy tehát meg kell valósítani ugyanakkor meg. Mondjuk beteszel egy olyan, így a racionális agy, mert a sok bajt galibát csinál ez, ami okos agyunk. A racionális agy kételkedő. Azt mondja, miről van itt szó? Gyanús nekem ez a dolog. Ugye, mert a két agy teljesen máshogy működik, más a megértési módja, és azt mondja, ugyanúgyan. Tehát a kételkedő agy esetleg cáfolja, hogy igenis te magadról egy gondolatot, egy vágyat ki tudsz sugározni. De annyira igaz és érvényes, hogy például fiatal lányok olyanokat, akik hát azt mondták, nem tudok kapcsolatot kötni, valahogy nem megy ez nekem. Valahogy hiába vagyok olyan, amilyen szép lányok, csinosak, vonzóak és így tovább, de mégis valahogy nem ment a dolog nekik. Na és akkor olyan alkalmat, kísérletileg olyan alkalmat csináltak, ahol eleve felkészítették őket arra, hogy üzend azt a gondolatot tedd be a fejedbe, hogy találkozom azzal, aki engem tart a legszebbnek, legvonzóbbnak. Tedd már be azt a gondolatot a fejedbe, hogy vonzó vagyok, és hogy jön valaki, aki éppen engem keres. Tehát ilyesfélé. Kedvehetek-e? Betetted a gondolatot? Mit kezd üzenni erről az érzelmekről? Vagyis, hogy azok a lányok, akik egyébként pecsesejbe tárultak ilyen táncos összejöveteleken, és fölkészítették őket arra, kidolgozták, írd le pontosan, mit szeretnél, egész pontosan, mit szeretnél. Megfogalmazták, és akkor szinte újra és újra gondolták ezt, és a gondolat, hogy azt az üzenetet közvetítette, mint aztán a fiúk, ugye, automatikusan, mert nem, ez nem tudatos dolog. Hát a leolvasás nem tudatos, hát ez ebben a különleges. Nem tudatos a leolvasás, hanem hogy történik a leolvasás? Elmondom tudományosan, hogy történik a leolvasás. Hogy mondjuk Géza ül itt ebben a testtartásban, akkor én látlak téged, és benn a tükör neuronjaim, azaz, hogy olyan idegsejtek, amiket azért nevezett el a tudomány tükörneuronnak, mert pontosan letükrözi, beveszi a másiknak a testtartását. Sőt, belül
szinte a mi belső emberünk ugyanazt a testtartást felveszi. Tehát ugyanazokat az izmokat, meg állapotot rögtön belül rejtette létrehozza. És akkor ennek nyomán, hogy ugye ez a testtartás mi az, amit érzelmileg kifejez, mert ez, tehát ugye 93%, amit a nem verbális kifejez, az van egy külön egy pályarendszer, úgy hívjuk frontolimbikus. A limbikus ez a bizonyos, ahol a tükörneuronok vannak, az érzelmi agy, és a frontális pedig ez az értelmező agy, vagyis amikor el is tudjuk mondani, hogy miről van szó. Ez a pályarendszer, mihez megtörtént a belehelyezkedő leképezés, utánmozgás, akkor szépen megüzeni az okos agyamnak, hogy miről van itt szó. Na most, ha ilyenfajta leképeződések vannak, ilyenfajta üzenetek, működik bennünk egy ilyen tükörneuron hálózat, és akkor valaki magáról mondjuk azt üzeni, hogy keresőben vagyok, és hogy azt üzenem, hogy, és magáról azt üzeni, hogy válaszol valaki, mert én keresőben vagyok. Akkor nagyon különös, ahogy ezt, és természetesen ki kell próbálni, bátran. Az a nagyon lényeges, hogy az érzelmi agy a saját nyelvén ért csak, és ezért, amikor valamit meg akarunk magunknak fogalmazni, akkor a nem szócskát nem tehetjük be, azért, mert minden tagadás, minden klant-lenf, osztóképző, meg hasonló nem érti az érzelmi agy. Az érzelmi agy konkrét, érzékletes, szemléletes, képszerű, annyira a valóságos képe, mert képileg is gondolkodik. Na tehát el tudjuk képzelni, optimizmusnak csak az egyik izmos, nagy súlyú tényezőjével foglalkoztunk, a jövőkép. Hát ennek alapján talán azt, hogy milyen módon tudunk gondolatok útján és pozitív gondolatok útján hatni a saját testünkre. Na de valójában mi is történik? Általában véve akkor, mikor így valami pozitív gondolatot te beültesz. Nem csak az, hogy a gondolatnak megfelelő izmok előfeszített állapotra kerülnek, hogy készen álljanak a megvalósításra, hanem egy automatizmus. Elkezd a nucleus accumbens nevű egy kis szürkeállományú mag központ az agyban, ez az örömközpont. Az örömközpont elkezd tüzelni. Ahogy ez elkezd tüzelni, ezek automatizmusok. Nem rajtad múlik, csak hogy abba az állapotba behoztad-e magad, amelyik ezt a reflexet, mechanizmust elindítja. Akkor egyik oldalon az immunrendszerhez megy a parancs. Most aztán van miért dolgoznod? Hadba és tessék vigyázni az egészségre. Vagyis amikor te egy tervet, egy jövőképet, egy szándékot, ami felé az egész tested szinte egy akarattal megy, hogy persze, legyen így, meg valósuljon meg úgy. Tehát van értelme, van célja, és akkor azt lehet, hogy hadba áll az immunrendszer. Döbbenetes módon gyorsan tud az immunrendszer pozitív gondolatok hatására egy hadba állni. Természetesen, ha ebben megvan az a fajta derű is, amit egyébként az optimizmus főtényezőjének szoktak mondani, hogy ilyen derülátó. Hát a derülátás ugyan miből áll? Látjuk, hogy mennyire izmos tényezője a jövőkép, hogy na, holnap mi történik, egy óra múlva mi történik, meg a jövőben mi történik. Tehát nem egy ilyen nevetgélős derűről van szó az optimizmusban, hanem egy életérzésről, amelyik leteszi a voksot amellett, hogy mindig előre tekintünk, és bármi történik, minden nap új szemmel néz, és a szervezetet tudjuk olyan állapotba hozni, hogy egyrészt ugye mi látjuk az immunrendszert tudjuk stimulálni, de a másik ágon meg örömhormon termelés indul. Ugye az endomorfin, az belső morfinum, ugye a belső a saját testünk által termelt morfin 50-szer erősebb, mint a szintetikus morfinum. Azért ez elképesztő, nem? Hogy micsoda ereje van a szervezet által termeltnek, fájdalomcsillapító, ez az egyik hatása, és a másik a kedélyt rendkívül földobja, javítja. Vagyis ha kedélyjavító hormon árasztja el a szervezetet, akkor minden vitális funkció, minden életfunkció sokkal aktívabban, és ezért vitalitás generátor, hogy tudnélik valóban életerőt serkent, és a bennünk lévő készültséget
gerűvel fölpokozza, és ezért az a motiváció, amiről beszéltem, hogy reggel fölkelünk, nem minden, hogy hogy kelünk föl, hogy szomorúan és nekikeseredve vagy, hogy, hanem hogy van-e egyfajta ilyen töltésünk, ha nincs, tegyél be. Hát rajtunk múlik, és ezt, hogy tudjuk, ugye azt mondja ez az egészségszöveg, egészségtudatosság, ez a jelszava, egészségtudatosság. Ha te tudod, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy egy kicsit is jobb legyen neked, hát ha nem csinálod, rajtad áll, akkor már ne hibáztass senkit, mert akkor te tudod és nem csinálod, akkor az elég nagy baj, mert akkor számíthatsz arra, hogy mi a következménye. Mert hogy mi a következménye, hát látjuk. Gondoljuk el, hogy 10 év alatt hát tönkre verhetjük az egész szervezet épségét. És ami nagyon meglepő és döbbenetes, nem akarok itt ilyen élettani kis előadást tartani, de azért fontos, hogy tudjad, hogy betegíted meg magad, na hogyan? És hogy csináljuk az infarktust? Hogy csináljuk a rákot, a daganatos betegséget? Egy Candice Bert nevű szerző, aki egy biokémikus nő, nem egy pszichológus, a következőt igazolta. Az érzelem az úgy keletkezik az emberben, valamilyen érzelmi állapot, hogy azt ugye innen indul tulajdonképpen, és a testünk érez. Mert honnan tudod, hogy szorongsz? Ha? Hát, hogy nyakam, torkom, gyomrom, szóval tudjuk, a test érez. De hogy érez a test? Hogy amikor a központban van egy olyan első befogadás, mikor ér engem egy hatásnak, találkozom azzal, akit szeretek. Hú, de jó, de örülök, hogy találkoztunk. Hogy akkor rögtön, hogy keletkezik ez a pillanatnyi öröm? Nagyon bonyolult az az út, ami egy pillanat alatt végbe tud menni, mert az okos agyam, a malacsféltekém azt mondja, megítél, fontos ez neked, vagy nem fontos ez a találkozó? Fontos. Akkor a jobb agyféltekének átpasszolja a labdát, és azt mondja, na dönts el, hogy ez jó neked, vagy nem jó. Na akkor ez esetben döntöttem, jó ez, mert azt mondja az érzelmi agyam, jó, mert találkoztál vele, szereted. És abban a pillanatban képzeljük el, hogy ennek a bizonyos minősítésnek, hogy te eldöntötted, hogy az neked jó, ennek megfelelően, hát mondjuk képzeld el, hogy van egy hormonkoktél, mondjuk 5 féle, vagy x, nem tudom hányféle hormonból egy velek, és az akkor föntről végig ömlik a testeden, végig ömlik, de az egész testünk milliárdnyi sejtje jelölt sejt abból a szempontból, hogy miféle hormonkoktélnak a fogadására van teremtve. És akkor oda áramlik az a hormon, és ott természetesen a maga hatását elvégzi, és hogyha van egy ilyen endorfin hatás, hogy végig ömlik rajtam, például az örömhormon, oxitocin, endorfin, női nemi hormonok, nem is sorolom, mi minden, amiből lesz egy ilyen nagyon jó közérzet, koktél, és természetesen egy ilyen állapot is, amit mi megélünk. Nagyon jól reagál erre a szervezetet, tudjuk, ha ilyen történik, nukleus accumbens, örömközpont, immunstimuláció, szóval nagyon jó dolgok történnek a szervezetünkben. De mikor odaér ez a hormonkoktél azokhoz a sejtekhez, amik arra vannak rendelve, hogy ők fogadják be, akkor a sejthártyánál még van egy ösztánc, mert még hogy jó helyen járok-e, és hogy valóban te vagy-e az, ahová én nekem mennem kell, még van egy egyeztetés, és mikor van egy együttrezgés, mikor a sejthártya is úgy rezeg, és ugyanúgy a hormonkoktél is, ahogy oda ért, tehát van egy rezgés azonosság, akkor megnyílik a sejthártya, és befogadja ezt a bizonyos hormonkoktélt, és elönt minket az érzés. Na most hát képzeljük el, most elmondom, hogy csináljuk az infarktust. Úgy, hogy bizonyos típusú ellenséges érzések, ez a kedvenc, az ellenséges érzések a kedvenc, aminek van egy olyan gyilkos hormonkoktélja, ami odaáramlik, hol van a kedvenc fogadóhely a hormonkoktélnak? Pont a szívkoszorú erek az egyik kedvenc érvenszer, de a kedvenc fogadóhely a szívkoszorú ér. A szívkoszorú ereket jól megszorongatja, nem engedi, hogy a szív megfelelő vérellátást kapjon, és ugye, ha ez ismétlődik jó néhányszor, elfárad a szív, nem kapja a tápot. És ezért tudjuk, szív-izom ellátás következhet be. Tudjátok, hogy mi derült ki ez ebben az összefüggésrendszerben, hogy hogy csináljuk ugye a daganatos betegséget úgy, hogy bizonyos típusú érzések, érzelmek, amiket hurcolunk magunkban. És sajnos azt kell mondjam nektek, hogy kicsiben, nagyban, mindnyájunkban benne vannak ezek az érzések, hogy haragszol magadra, mert valamit elszúrtál az életedbe, valahogy nem vagy jóba magadtal. És nem is tudtál igazán megbocsátani magadnak, hogy valamit elszúrtál.
és úgy valahogy eltemetted az egészet, hogy nem foglalkozom én már vele, elfolytod. Csak tudjátok, úgy vagy az okos, hogy kipaszítja a szabadatból. Egy dolgot el lehet felejteni úgy, hogy a tudásától megszabadulsz, de a feszültségétől meg nem. Azt meg magunkba temetjük szépen. És akkor mi történik? Hogy az a nagy mennyiségű feldolgozatlan, ugye ilyen hormonkoktél, a sejthártyára oda megy, de annyi, hogy nem bírja a sejt befogadni, feldolgozni, nem is történik vele semmi, egy pangás van, mert ugye nem engedett, hogy dolgozzál vele, mert azt mondod, nem akarok vele foglalkozni, és akkor lerakódik szépen az a hormon koktél, amit nem tud befogadni, feldolgozni a sejthártyán, és akkor nem csak az, hogy magadra haragszol, neheztelsz, hanem hogy például mondjuk megbántottalak és nem kértem bocsánatot, nagy hiba volt. Bocsánatot kellett volna kérnem, mert akkor megnyugszik a lélek, akkor béke lesz. Az egy ilyen érdekes, nagyon különleges dolog, hogy tudtam bocsánatot kérni, megengesztelni téged, megölelni, ne haragudj rám, nem akartam. Ez fantasztikus. Miért? Mert az örömközpontot beindítja. Mit csináljunk, ha ilyen az ember? Nem tudok másként beszélni róla, mint hogy mi tudjuk, hogy ugye a vallási rendszerekben is ez egy döntő dolog, hogy azt ajánlják az embereknek, hogy bocsáss meg neki, mert kérjél bocsánatot. Meg hogy tudjál megbocsátani annak, aki ellened valamit vétett. Hát a Bibliában benne van, a Úri imában benne van, ugye, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tudjuk, legalábbis remélem, hogy még annyi, mert a nem szekularizálódott a világ, hogy még a mi atyánkot tudjuk. Tehát, hogy benne van az ősi tanításokban, tehát ősi bölcselet, ez bölcs tanítások. És akkor elénk áll a modern egészségpszichológia, és azt mondja, te megbetegíted magad, ha hurcolod magadban, meg nem bocsátásnak az ilyen hormon koktélját, feszültségét, takarítsál. Mert ha nem takarítod ki mindezeket, és ki lehet takarítani, nagyon nagyszerű útja van a takarításnak, de most, ha megengeditek, erre majd visszatérek, mert hogy muszáj ugye még visszakapcsolok, most arról beszélünk mi, hogy betegítjük meg magunkat, de alapjában az optimizmussal foglalkozunk, aminek csak egyik izmos ágát, a jövőre irányulást beszéltük meg, de azt a másik ágát, hogy ugye tápláljuk magunkban a derűt, és egymásra is legyünk olyan hatással, hogy segítsük elő, hogy mert egymást indukáljuk, rettentően indukáljuk egymást. Na most akkor világítsuk meg azt is, hogy egymásért mennyire vagyunk abból a szempontból felelősek, hogy egy jó kedélyállapot, egy jó alap, lelki állapot van-e, vagy nincsen. Ha már tudod azt, hogy hogy betegíted meg magad, akkor rád van bízva, hogy mondjuk, hogy intézed el az ilyenfajta ellenséges indulatokat, rád van bízva, hogy hogyan. Majd elmondom, hogy a pszichológia mit ajánl. Na most akkor, tehát, hogy tudjuk egymást például rossz lelki állapotba hozni, anélkül, hogy akarnánk. Mert ugye én nem akarom fosítani, aki itt ül, de ha én elkezdek, csak annyit rátézek busképpel. Nem tudok most busulni, nem tudok, bocsánat. De busképpel valakire rátnézem. Most már olyan agyi vizsgálatok vannak, hogy ki tudjuk vetíteni, hogy melyik agy rész az, amelyik mikor rátnézek, és te itt ülsz, én meg itt, és akkor egymásra nézünk, és akkor mutatják, hogy melyik agyterület az, ami izgalmi állapotba kerül. Annyira fantasztikus, mert a te és az én agyam ugyanaz az érzelmi agyrész kerül izgalmi állapotba. Tehát elég, ha csak egymásra nézünk, mosoly, egymásra mosolygunk, akkor az egész derű, az agykéregnek azok a részei, amik ugye a jó közérzet derű optimizmus, az mind tüzel, ugye? És hogyha mondjuk én ilyen keserű tekintettel nézek rád, akkor lehet látni, ahogy a te indító, nagyon pozitív állapotod átmegy, ilyen azon területnek az izgalmi állapotában látszik, ugye, ahol a negatív érzések, és így tovább, amigdala, meg hasonló területek elkezdenek izgalmi. Vagyis, hogy egymást, azzal, hogy egymásra nézünk, befolyásoljuk. Van szellemi környezetszennyezés, képzeljétek el. Ezt nyugodt lélekkel mondhatom, busképűen rád nézek. És akkor már csak azért sem, mert nagyon udvarias ember vagy, hát nem fogsz mondjuk kinevetni, hanem akkor részvétet érezve nyilván egymáshoz igazodunk, ugye, és akkor már nem merek egy jó viccet elmondani, hanem már próbálok vigasztani, vagy húzom el a csikot, nehogy már most elmondod életed buját, poját, mert van nekem is elég, ugye ezt nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy így van.
Minden esetre egymást rettentően tudjuk úgy befolyásolni, a elég ehhez csak annyi, hogy egy légtérben vagyunk, még egy szót sem szólunk, de aztán általában szólunk. És akkor az a tapasztalat, hogy a magyar ég alatt különösen jönnek a nagy panaszáradatok. Na most akkor, hogy indukállak, tudjuk, hogy mikor elkezdem ezt mondani, akkor te is meghívósulsz. Ha ilyen hullámhozra kerülsz, ha csak így le vagy támadva. Mert azért van olyan, amikor az, hogy nekem valaki elmondja a húját, baját, azzal nekem is jó, meg neki is, mindjárt mondom, hogy kell ez szinte gyógyászati céllal csinálni. De mikor én lerohanok valakit, és mondjuk a tündének azt mondom, tündel, borzalom, és téged rádöntöm az éppen aktuális bajomat, akkor nem tudsz kitérni, mert meg vagy támadva, ne készültél föl rá, meg vagy támadva. Szóval mondjuk is, hogy energia vámpír, ugye, hogy használjuk ezt a kifejezést. Vagyis el tudjuk egymást búsítani, és ez megy tovább, mint a ragály. Mert ez olyan valóban, mint a ragály. Olyan döbbenetes, hogy hogy tud kiterjedni egy ilyen rossz közérzet, és egy például hát tantestületekben vizsgálták, hogy kísérlet, szóval megfigyelés, betették a videót, és kukkolták, hogy mi történik, és jön a tanár, kezdi a napot, belép a tantestületbe, üdvözli őket, és addig beszélgettek éppen valamivel, foglalkoztak és derűsek voltak, belép valaki és azt mondja, hogy gyerekek, borzalom, én ezt nem bírom ezt az életet, én nem bírok bemenni tanítani, sötöbö. Most erre mi történik? Annyira döbbenetes, lehervadnak az arcról a mosolyok, és szóval minden megváltozik, tehát meg be van szennyezve a környezet, a légkörbe van szennyezve. Na most ugye, hogyha annyira fontos, hogy mi ezt ne csináljuk, és egyben nagyon fontos, hogy segítsük, hogy elég optimisták tudjunk lenni, mert tudjuk, hogy az optimizmus mit csinál, hogy beindítja azokat a vitalitásgenerátor, beindítja azokat az él vitális életfunkciókat, hogy neked az elvonulásait sikerüljenek, merjél álmodni, legyen jövőképpen, bízz a holnapi napba, ne tekingess örökké vissza, és ne legyél olyan búval bélelt, hanem ha lehet, akkor egy kicsit szabadíts föl magadból a derűt. Az ember szeret mosolyogni, szeretne, így van, hát nagyon jól esik derűs légkörben lenni. Na most az egész optimizmus, pessimizmus kérdés, azért fontos, hogy erre csak egy mondattal kitekintsek, téves, ha valaki azt hiszi, hogy ez pedig vele született. Nem. A tudomány azt igazolta, eltanuljuk attól a szülőtől, akihez jobban kötődünk. Vagy akinek a kedvence vagyunk. Mert hát tudjátok, csöndben mondom, ilyen azért van. Na most kinek a kedvence vagy, és eltanulok tőle, és akkor te is úgy látod a világot, te is úgy gondolkodsz, de át lehet nevelni magunkat. Miért? Mert rettenetesen gazdaságtalan pessimistának lenni, mert aki a pessimista, ugye a Harvard Egyetemen csinálták meg a kísérletet, hogy 25 évesek elvégezték az egyetemet, az egész egyetem minden egyes hallgatott, függetlenül attól, hogy jogász, vagy orvos, vagy micsoda, mindent itt tesztvizsgálatnak vetettek alá, testi egészség, lelki egészség, kapcsolati egészség. És 5 évente nézték, azt szerint mindenkinél egyébként, csak hát ugye lettek igazán nagyon optimisták a vizsgálat eredményeként, lettek igazán nagyon pessimisták, és ugye nézték, hogy befolyásolja ez például az életminőséget, vagy egyáltalán mi lesz, hogy belebetegszünk-e abba, esetleg valaki pessimista. Most egy Peterson és Bossio nevű házaspár szerzőpár és egyben pszichológusok csinálták a kísérletet, képzeljék el, 60 éves korukig csinálták a követéses vizsgálatot, a 60 éves korig. Nagyon izgalmas, mert 25 évesek mondjuk nagyjából, amikor elkezdődött a vizsgálat, akkor ugye a pessimista csoport, optimista csoport, és akkor ugye nézték a változások, életeseményeket is rögzítettek, és akkor nézték, hogy 25 után 30 éves kor, 35, 40, és képzeljétek, 40 éves korban még nem volt döntő különbség, ahova akarták hagyni a vizsgálatot, nem lesz ebből semmi, de valahogy mégis rávették őket, tartsatok már ki, na még 5 év. És akkor kinyílt az olló. Na most, ha tényleg elég jól figyeltünk, hogy a Kopmária féle vizsgálatban mi jött ki, hogy azok a 10 év múlva, akinek nem volt életterve, ugye, sokan meghaltak, szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, függési betegségek és a depresszió. Képzeljétek el, hogy a Harvard vizsgálatból 45 éves korban, tehát pont 40 és 45 között jött a nagy szakadék. Ez történt. Úgyhogy a pessimizmusba belehal az ember korán. Hát ezért át kell valahogy nevelnünk magunkat. Pszichoedukáció, azt mondja az egészségpszichológia. Ha életed párja pessimista, akkor segítsél.
és egymásnak nagyon jól tudunk segíteni, de ráadásul olyan nagyon jó az út, ahogy átnevelődhetünk, mert azt kell csinálni, szellemi környezetszennyezés nincs, vagyis kimondani azt, hogy családban is, gyerekek nagyon élvezik a dolgot, meg lehet közösségben, munkaközösségben azt mondjuk, itt busítót nem beszélünk, persely, mondtál valami búsítót? Bejöttél és gyászos képpel itt megálltál az ajtóba, légy szíves, oda ne búsíts, légy szíves, oda 200 forintot legalább be. Meg kell állapodni abban, hogy mire fogjuk elmulatni azt a bizonyos pénzt, amikor 3 hónapos táv elég, addig a persze általában az első 3 hónapban tele lesz. Tehát ez a tapasztalat a kísérletben. De busítót nem mondunk, na ja, de hát akkor gondolj csak el, akkor mi lesz majd, mert fulladsz a saját rossz gondolataidba, meg nem tudok most kinek elmondani. Dehogy is, nem. Na most ugye, hogyha a házaspár eleve beszélgetős, akkor nincs is probléma, úgyis megbeszélik, de az a javaslat, hogy hallasz egy kívülről valakit, egy barátot, akiben megbízol, és szerződjünk le. Mondjuk, mi ketten elhatározunk, mi leszünk azok, akik ilyen munkapáros alkotunk, minden héten egyszer találkozunk, kijelöljük azt az időpontot, a nekem is jó, nekem is, egész héten átírjuk, gyűjtjük a mindenféle borzalmat, ami velünk történik. Egy fenevéker nevű szerző vizsgálta, ha csak leírkálod, de úgy kell leírni, hogy a fene egye meg, neki mentem volna, kitekerném a nyakát, micsoda egy galácsadóbi. Tehát a gondolatok ugye hát nem annyira sterilek és szépek, és azt úgy kell leírni. Én amúgy indulattal, tehát leírom, a listázom, már azzal, hogy leírtam, rengeteg feszültségtől szabadulok meg, de tudom, hogy mondjuk pénteken 5 és 6 között milyen az idő, viszem a listát, jó hosszú. Leülünk, és azt mondom, hogy na most akkor fél óra az enyém, fél óra a tiéd. Nem szabad több, mert begerjedünk. Pont elég a fél óra. Mert az annyit fog majd kihozni, pont annyit, amit elbírunk, és ami már annyi feszültséget kihoz. Mert az elmondással, tudod, az elmondással igenis kijön egy csomó feszültség. Néha bele is sírunk, nem baj. Stressz mérgeket mosol ki, ha sírsz. Ne szígyeld, ha sírsz. Ha adjad szabad folyást, adja könnyeidnek. Majd megbékél az ember. Szóval, ilyen módon, fél órát, én csak mondom, te meg hallgatsz, és tényleg figyelsz rám. Nem kell semmit se okoskodni, se tanácsot adni, se semmi. A tanácsadást mindenhol elmondom, ahol csak létezik, lehetséges, és így rátok is bízom. Nagyon fontos, hogy ne égjünk. Az ember nem szeret égni, a tanácsadó meg ég előbb-utóbb, nagyon rossz helyzetbe kerül. Miért? Adsz egy tanácsot valakinek, mert olyan gyarló az ember, ha valami bajunk van, szaladunk egymáshoz, és azt mondja, hogy segíts, mondd már meg, mit csináljak. Na itt van az aranyszabály, meg nem mondd. Mert nem tudjuk, az a baj, hogy nem tudjuk, hogy a másiknak mi a saját megoldása, hogyha én megmondom, osztom az észt, tehát tudom én azt olyan jól, hát mindenki saját maga tudja legjobb, hogy mire képes. Kívülről megmondom, hogy mit csináljon. Megcsinálja, nem válik be, akkor azt mondja, hogy ilyen hülyéhez én többé nem jövök. De ha beválik, akkor meg még inkább nagyon ciki a dolog, mert rejtett harag, hogy ez okosabb, mint én. Na, azt nem szeretjük, a másik okosabb. Tehát tényleg, hogyha sajnos ilyen az ember, és muszáj megértsük, hogy ilyenek vagyunk. Mind ilyenek vagyunk. Tehát, ha csak meghallgatjuk egymást, akár egy varázslat történik. Akivel én ilyen kapcsolatba kerülök, hogy én hallgatlak, és rád figyelek, kiüresedik az agy olyan szempontból, hogy nem keresem azt, hogy na most mit mondjak, mert mit mondjak, semmit se kell mondani. Figyelni kell, és jelen lenni. De azzal, hogy ilyen nemverbális nyugalmat árasztok, és a tükörneuronokba pakolom be a nyugalmat, az enyémet, mert én hallgatlak téged, te meg pakolod kifelé a mindenfélét azon indulattal. Ez meg, amit én sugárzok, szépen bemegy oda a helyére, és jól hallgatok, és tényleg rád, ugye a te hullámhosszodra kerülök, akkor én, mivel bennem nincs más, csak ez, amit itt a nyugalom, ahogy hallgatlak gerjesztette, szépen oda viszem annak a helyére, amit te megkipucoltál. Na most egy nagyon érdekes dolog történt, interakciós szinkronitás. Ugye egymásra tudunk rezdülni, olyan nagyon jól az, aki elmondta, letette, megkönnyebbült, én pedig át mostam tulajdonképpen az ő agyát azzal a nyugalommal, amit beárasztottam, ami nem verbális úton, automatikusan, önkéntelenül besétál.
mert ezt nem szándékosan csináljuk. És akkor ugye miután így fél órát jól ki, panaszkodik ventiláció, ugye úgy is hívja a pszichológia, hogy hozd ki magadból. Hát ennek a hormonjai már nem fogják pusztítani a sejtjeinket, az biztos, vagy ha pusztították, kilapátoltuk onnan. Mert ugye az érzelmi agy és az egész hormonrendszer, érzelmi, a testben végződő hálózat olyan kapcsolatban van, mint a marionett. Na akkor mondod és visszaidézed, és konkrétan elmondod, amit a sepernél hozott ki, az, ami a marionett, ami a testben lerakódott. Tehát ki tudod onnan ezeket a feszültségeket mind szedni. Vagyis az kijön együtt azzal, ahogyan elmondod a problémákat. Na most ugye, hogy történik akkor az optimizmusra átnevelés? Egy, hogy nincs szellemi környezetszennyezés. Kettő, hogy megtalálod azt a párt, akivel rendszeresen ilyenfajta kölcsönös, ilyen lelki, tisztogató, mentális higiéné, ugye az a legszorosabb értelme. De annyira evidens ez, mondjátok meg, nem így van. Hát a lelkünknek is van háza, berzeg ünnepekre, mit csiszatolunk, hogy gyönyörű tiszta legyen az a lakás, igaz? Érdekes, a lelkünk házát meg nem pucoljuk? Oda meg lerakódhat minden, mint a József Attila verszor, lerakódik, mint a guánó, keményen, vastagon. Lelkünkre is így ül ez akkor. Hát, hogyha parafrázis, átköltés, hát én átköltöm úgy, hogy sejtjeinket is így pusztítja a saját hormon, amit oda telepítettünk, hát akkor ki vele ablakot kinyitni, és hangot adni a szószoros értelmében annak, amit betemettem és magamba hordok, és ami nyomaszt. Na most ez a második lépés, ami megtörténik, hogy optimizmus szemléletére átnevelődjünk. Tudjátok, mi az érdekes? Az a közösség, amelyik így elhatározta, hogy így ilyen pszichoedukáció, léleknevelés, egy ilyen önnevelő self-management, öngondoskodó munkába kezd. Mi történik vele? Figyelik, és követik, és ezt már lekövették, úgyhogy erre vannak tudományos bizonyítékok. Ahogy abba hagyjuk az ilyen-olyan panaszáradatot, elkezdünk egész jó témákról beszélgetni. Komolyan odafigyeljük jó pofa dolgokról, nagyokat nevetünk, és hát majd képzétek el, maga a nevetés, a mosoly, az erő, a nevetés, vitalitás generátor. Vagyis elég az egy romos állapotban lévő immunrendszer, egy 20 perces nevetés hatására, hogy nézek egy derűs filmet, teljesen magához tér. És ezt is kísérletileg pont a Harvardon, ahol csinálták ezt az optimizmus-pesszimizmus kísérletet, pont ott vizsgálták meg. Tudjuk azt, hogy a depresszió immunszupresszióval jár. Ezt most hivatalos nyelven elmondtam, magyarul úgy néz ki, mikor csak szomorú vagy, le vagy kókadva, de van gyors a működés, gyors, ami fenn az le, elszomorodsz, az immunrendszered is elszomorodik. Hogyha keseregsz és fős a saját, tehát hagyod magad főni a saját keserű levedbe, az immunrendszert teljesen lebénítod. Ezért felelősek vagyunk a lelkiállapotunkért. Nagyon sajnálom, hogy ilyeneket kell mondani. Mondanék vidában más, de muszáj, hogy ezt tudjuk. Mert akkor tudod, mikor nagyon lekókadtál, akkor gyorsan rajta, hogy valamilyen módon elért, és ez az igazi belső önvédelem, amikor rájövünk arra, hoppá, most nagyon nem vagyok akkor. Vagy elmenni valami kikapcsolódás, jókat nevetni valakivel, viccelődni, és így tovább valahogy, hogy segítsen valaki, hogy elmondani, hogy ventilálni, hogy egy kicsit, tehát jobb kedélyállapotba kerülni. Na, az a lényeg, hogy ez spontán is, képzeljétek el, megtörténik olyan közösségben, amelyik a persejrendszer bevezeti, sokat viccelődnek. Ez a Harvard kísérlet például, ahová depressziósakat raktak, meg ilyen akut stresszbe szenvedőket, az akut stressz sok állapot a léleknek, és sok állapot az immunrendszernek. Teljesen ájult állapotba kerül. És a kísérletben még fölhasználták olyan normálisaknak is, mint amilyenek mi vagyunk. Ugye a kontroll, ők voltak a kontrollok. Most itt mondom el nektek, hogy én, hogy ki a normális, azt tulajdonképpen azóta nem tudom, mióta az egyetemen a professzorom próbálta megtanítani nekünk. Mert azt mondta az első órán, mikor pszichiátriából az első óránk volt, hogy most akkor azzal foglalkozunk, hogy a normalitás és kritériumai. És akkor azt mondta, hogy ki is a normális? És ezzel megállt, és tartott egy kis hatásos szünetet, majd elmondta, akit nem ismerek közelebbről. És ez volt természetesen.
komolyan is elmondta, de hát ez tényleg frappáns, mert tulajdonképpen nagyon nehéz azt ezeket a normalitás kritériumokat felállítani, de abból a szempontból igen, hogy tudjuk, tudjuk, hogy mit csinál az immunrendszere, és az többé-kevésbé normálisaknak meg olyan az immunrendszere, ami elég maradhatóság. Na most akkor nyálmintát vettek, azt úgy szokták csinálni, hogy az emberek tárgylemezre, ami olyan, mint a vérlemezke, tudjuk, ismerjük, a vérkenetet csinálják, hogy arra köpünk egyet, és a nyálba A immunglobulin van, ami az immunrendszer általános állapotának egy nagyon jó mutatója. Akkor ugye bement a csapat, egyetemi hallgatók csapata, bement, és akkor megnézte a filmet, leadta az obolust, megnézte a filmet, és utána is vették a nyálmintát. És úgy gondoljátok el, hogy 20 perces volt a nagy nevettetők filmje, amit nézte, és 20 perc után az ilyen nagyon rossz állapotú immunrendszer, úgyhogy erősen szignifikáns, az azt jelenti, hogy nagyon jelentős mértékben följavult, de még a normálisaknál is tendencia szintű, tehát ott is elkezdett jobb állapotba kerülni. Hát annyira döbbenetes, ha vele gondoltok, hogy ugye mit tesz velünk a nevetés? Ez magába is, hogy nevetünk, egy immunstimulás és endorfin termelő, tehát vitalitás generátor. De az optimizmus nagyjából egészében képes arra, hogy ezt mozgásba hozza és föl tudja tartani, és erre jöhet az, hogy ugye mi jókat nevetünk. Mi nevetünk? Hát most igazán mi nevetünk? Azt hittem, hogy csak konkrét dolgokon nevetünk, hogy mondsz egy viccet, egy jó pofát, akkor nevetünk. A Károlin az én egyetememen csináltunk a kísérletet, hogy mi nevetünk, azt figyelj, ugye rögzítettük videóra, hogy beszélgetnek, mi nevetünk. Mert képzeljétek el, az jött ki, nem akartuk elhinni, hogy azok a nevetgélések, ahol nincs konkrétan összefüggés, az elhangzott szöveg és a nevetés között a leggyakoribb. Hogy? Hogy lehet ez? Hát majd figyeljétek meg, mert ugye nem figyelünk, mert nem lehet az ember átélője is, meg megfigyelője is ugyanannak, nem szoktuk megfigyelni, hogy hogy vagyunk mi ezzel. De amikor így egymásra mosolgunk, meg kicsit kacogunk, meg van egy kis feszült helyzet, akkor mindjárt egy picit kacogunk, mert az feszültségoldó a nevetés. Tehát, hogy lényegében a nevetés egy érzelmi ragasztószer, akire rámosolygok, és ha együtt nevetünk, egy tálból cseresznyézünk lényegében, együtt nevetni, annyi, mint egy tálból cseresznyézni. Nagyon jól összehoz minket ez a nevetés, és hát aztán természetesen nevetünk vicceken, nevetünk a humoron. Mi a humorban a döbbenetes, hogy leírta a pszichológia, hogy a lelki megküzdés elemei között különfélék vannak, az első helyen áll a humor, óriási a jelentősége. Miért? Mert azt csinálja velünk, ilyen Münchhausen-i módra, hogy saját maga a humor húz ki minket biológiailag a gödörből. Mert ugye, amikor len vagyunk, szomorúak, immunrendszer összeesett, nincs ott endorfin semmi. Tehát rosszul érezzük magunkat, kifejezetten. Szomorú, keserű, rossz, kilátástalan, rossz állapot. Ruminálunk, ugye rágódunk, na ez aztán még fokozza ezt a rossz állapotot. Öngeresztő módon fokozza. De mikor ebből a rossz állapotból, ugye hallunk egy viccet, és akkor valahogy kitör belőlünk a nevetés. Akármilyen rossz állapotban vagyunk, legalább elmosolyodunk, általában nevetünk, és szerencsére a nevetés ragályos. Úgyhogy ha nevet Karinti, ugye röhög az osztály, de tényleg úgy van, hogy a nevetés is hol is van a telefonom, és mindjárt megmutatom nektek, hogy mennyire igaz az, hogy a nevetés tényleg mennyire hatékony, és hogy egymást nagyon befolyásolni tudjuk a nevetéssel. Mindjárt érvek csak. Mert szeretnék nektek valamit bemutatni, ami mindjárt hozzájutok ugye a saját programomhoz azonnal. Ez egy technikai szünet most, hogy megkeressem azt, amit szeretnék bemutatni, a visszakapom. Nem vagyok képes a címlapot visszaszerezni. Fog meg ezt, légy szíves, nem tudok. Bocsánat, mindjárt remélem, hogy nem fog ki rajtam a saját rendszerem. Nem akar a címlap visszavenni, nem akar nézt visszakapcsolni. A címlapot akarom visszahozni. És nem. Mi történik? Vissza, világos persze, mindjárt egy pillanat. Általában így van a technikai dolgok, ráadásul most itt pörkörök mutatni, hát akkor égek.
És hál' Istennek ezáltal olyan hatást tudunk kiváltani, hogy búbánatos voltál, hallod a viccet, a csattanó, mikor a csattanó, ugye poén elhangzik, az amigdala nevű szürkeállományú agyimag, ami tel is tele szokott lenni feszültséggel, szépen csapolja le a feszültséget, ezért szociál-pozitív kohozkodásról beszélünk, mikor viccet mondunk, mert annyira megkönnyebbíti a lelkirendszer. Nagyon sok feszültséget tudunk így a nevetéssel, magunk, hogy a szakkádikus, a hangokat kiadunk. És gondoljatok bele, hogy nevetünk, ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, és nem ho-ho-hunk. Az, hogy ho-ho-ho, az nincs benne a nevetés. Tehát a hangoknak, az Pap János, akivel a Ma még nem nevettem című könyvet írtuk, hát ő a hangszakértő, ugye, neki valóban egy olyan mérnök, aki a hangokkal foglalkozik, hogy zenetudós. És hát azt igazolta, hogy ezek a magánhangzók, amiket mi kivakkantunk magunkból, ezek mind-mind egyfajta feszültséget, és mindegyik másféle testi feszültséget tud szabaddá tenni. Nos, mi a humorban ez a, hogy az élén áll a lelkének küzdő mechanizmusoknak, a módszereknek? A következő. Benne vagyok a bubánatban, mindenféle rossz dolog történik velem, immun, szupresszió, nincsen endorfinom. Na most jön a, amikor ugye hallom a viccet, vagy hallom a humoros történetet, de ráadásul humor. Isten igazában olyan dolgokról történik, az ember tehetetlen. Szóval nem tudunk mit csinálni. Nincs emberi ész, mit csináljunk. Úgyhogy innen jönnek azt, ja, meg hát ugye a szex viccek, ahol megvan az, hogy valahogyan egy kicsit a klímát beízítjuk férfi és nő között, ártalmatlan dolgok történnek, mert ugye mondják a viccet, mi nevetünk, és akkor gerle kacaj a nő részéről, és rögtön felleles lesz a légkör, és hát senki sem gondol semmit olyanra természetesen, amit aztán a vicc mindig úgy magába foglal, de ezek a nagyon lehetetlen emberi helyzetek valóban így igazán megoldódnak, mert amikor ilyen bubánatosan és ilyen rossz immunállapotban elkezdek nevetni, vitalitásgenerátor, beindul biológiailag. Ugye megfordul a dolog. Beindul a vitalitásgenerátor funkció, örömközpont, immunstimuláció, endorfin termelés, vagyis saját magunk tudjuk a nevetéssel kihúzni magunkat a gödörből. Ennyire Isten áldott a dolog ez, annyira, hogy egy Vidovszky Gábor nevű magyar pszichiáter kidolgozott egy olyan úgynevezett örömtréninget, úgy gondoljátok el, hogy depressziós betegeket, akiknél nagyon-nagyon nehéz, hogy egy kicsit is kitekintsenek a saját gödrükből, összeültet egy csoportba, és az a feladat, hát valami jót, ami történt az élete során, valami szépet, meséljen el, valami szépet, vidámat, jót. Nincsen semmi, semmi. Na, egy dolog, legalább egy hátra történt valami, egy dolog, ami jó és szép. Hát egyet mindenki talál. Akkor elkezdik mesélni, hát igazán döbbenetes, mert amikor először kezdte ezeket a csoportokat, ment a kezelőorvos az ajtó előtt, ugye ment ez a depressziós csoport, nagy nevetkéléseket hall. Hát itt meg kik vannak? Hát a depressziósok éppen csoportoznak. Miért? Mert ugye mondják az édes, bájos történeteket, a jópofa dolgokat, kibudjon a nevetés,
már biológiailag át is hozták magukat egy jobb állapotba. Na de hát, ha van hozzá igazán indítatásunk, és hát mert nézzétek, tényleg úgy van, aki szeret buslakodni, buslakodjon, csak nyugodtan, csak nagy a számla, az a baj. Tehát nagy a következmény. Rossz a szervezetnek, mert az élet élni akar, és az élet a derűt szereti, és azt, hogy van jövőképed, előre tekintesz. A betegek, akik igazán meg akarnak gyógyulni, és azt mondják, van jövőképen, hogy nem, jövő héten már, ha jól leszek, fölpattanok, és már ezt is azt csinálom. És úgy programoz, úgy is hívjuk programozás, úgy programozzák a saját szervezetüket, hogy azok komolyan veszik. A sejtek, az egész apparátus komolyan veszi, hát itt nekünk össze kell szedni magunkat, meg kell gyógyulni. Ugye, és tényleg súlyos állapotokban is nagy küzdelem folyik, mert amíg valaki így küzd, és van egy jövőkép, csak a holnapi napot el tudja képzelni, hogy jól van, az szolgálja az élet, és mind tudjátok, hogy így van, hogy a legsúlyosabb állapotban van erre tapasztalatotok, hogy mondjuk valaki valóban már nagyon búcsúzóban van az élettől, nagyon súlyos beteg, és tudjuk, hogy meg fog halni. De valakivel találkozni akar. És azt mondja, az orvos nem fogja meg, nem, hát nem lehet, hát nem, olyan rossz az állapot, hogy nem fogja meg, de igen, tudjuk, hogy megvárja. Megérkezik az, akitől el akar búcsúzni, vagy akivel találkozni akar, és utána lehújja a szemét. Na ez az, ami a vitális energia. És amíg a pszichológia el nem jut oda, hogy ezt is pontosan tudja, de hogy a lelki területre tévedünk, egyre nehezebb bizonyítani ezeket a finom lelki dolgokat. De alap dolgokat lehet, hormon, meg hasonló összefüggésben lelki állapotokkal. Lényegében ezt csinálja az egészségpszichológia. Na tehát ugye akkor tudjuk, hogy a mi tételünk, hogy hogyan maradj jó egészségben, és hogy próbálj ki evickélni, ha valami búbánat van, akkor törekedni kell arra, hogy erősítsük az optimizmust, próbáljuk meg ezt az átnevelő folyamatot, mert 3 hónap alatt igazán nagyon jó lesz a közösségi klíma azáltal, hogy már nem hozzuk a negatívumokat, jó lesz azért a lelkiállapot. 3 hónap alatt depressziós betegeknél is ez a bizonyos kölcsönös, egymás segítő beszélgetés, co-counseling, az angol neve, tehát az, hogy mi így egymást segítjük, sokkal jobb állapotot, tehát gyógyító állapotot tudott előidézni. Hát ez hihetetlen, hogy mennyire nagy a haszna, csak alkalmazunk. Nos, még a humorral kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy szoktok jönni, hogy hol van a humorban a kutya eltemetve, hogy mire nevetünk mi a humorban. Balagyfélteket, tehát az okos agyunk csinálja. A humor tud nevetést gerjeszteni, a nevetés nem tud humort csinálni. Tehát a humor az egy nagyon rafinált dolog, kitalálni vicceket, ilyen különleges csattanókat. Az a vicc ebben már az agy számára az igazán nagyon átkapcsoló, hogy a mi okos agyunk valamit vár, mondok egy mondatot, várom logikusan, mi a vége, már tudom a végét, hogy szinte kikövetkeztetem, mi fog következni. És akkor itt jön le humor, hogy nem azt kapod a végén, mint amit vártál. Mondok erre egy példát, ez az összeillési pont, mindjárt rá fogtok jönni. Én olyan sokat olvastam az alkoholizmus ártalmairól, hogy most abba hagyom az olvasást. Tehát ez a pont itt, és igenis, hogy leesik a tantusz, nevetünk, így van. Ahogy leesik a tantusz, nevetünk. Ez így van velünk emberekkel. Tehát ezt a humor királyi csak egyes-egyetül emberi képesség, és igazi gyógyító. Úgy, hogy a humoristák civil lélekgyógyászok. A gyerekeknél, beteg gyerekeknél, például a bohóc doktorok, hát nem tudom, ti hogy vagytok, de én folyton kapom a csekkeket, hogy ezt segíts meg, azt segíts meg, adjál pénzt. Én kiemeltem a bohóc doktoroknak, azért küldök mindig, mert Isten áldotta jó az, amit. Miért? Nem csak azért, mert a gyereknek a gyógyító hormonrendszerét, ugye helyreállítják az immunerőket, hogy gyógyuljanak, biológiailag is jó. De amikor a gyerek benn a kórházban, fájdalmában, keserűségében, szomorúságában, megkínzottan, nincs ott a mama, vagy alig-alig, rengeteget szenved. Ugye nem, mi már ezt felnőttisztel nagyon kevéssé tudjuk követni, hogy a gyerek számára érzelmileg ez micsoda egy megpróbáltatás, közben súlyos betegségben. És akkor jön a bohóc doktor az orrában, ráteszi a piros orrot a gyerekre, és abban a pillanatban varázslat történik. De a gyerek el tudja mondani azt,
amit egyébként, hogy vagy, mi van vele, nem tudja, nem is mondja, nem. De majd elmondja a bohóc, megkapja a kis bohóc orrot, na mit mond a bohóc, és a bohóc mondja. És akkor a gyerek saját magában is azokat a fájdalmakat is mindenfélét el tud mondani. Nagyon érdekes, ahogyan tulajdonképpen önmagát tudja kiviccelni. Nagy nevetése, erre vitalitás generátor, immunstimuláció, tehát rendkívül jó és aranyat ér. És hát ezért tudjátok, hogy a bohóc doktorok hálózata, hál' Istennek most már nem csak rossz hálózatok terjednek, hanem nagyon pozitívak is ilyen például. És ha a gyereket megnevettetjük, egymást megnevettetjük, egy beteg ágy mellett, nem hervadtan, kókattan üldögélünk és együttérző részvéttel, hanem valamit próbálunk, ami kiemel, ami derűt fakaszt, akkor gyógyító energiákat közvetítünk. A vitalitás generátoroknak az első tételéről beszéltem nektek, mert hisz az a mi fő úti célunk, vitalitás generátor, életerő serkentő, de ebben optimizmus, humor, vicc, nevetés, derű, a jövőkép, a jövőre tekintés, ez csak az egyik hatalmas nagy olyan csokor, aminek a tudása nélkül nagyon-nagyon rosszul járnánk, muszáj, hogy tudatosítsuk magunkban. És valahogy mégiscsak oda kell csatlakoznunk, ahol minket ilyen derűvel megerősítenek, és ahol segítik, hogy ne lógassuk az orrunkat. Mert ez sajnos következményes. De ez az egyedüli vitalitásgenerátor, és a mai alkalommal még belefér, hogy egy vitalitásgenerátorról legalább beszéljek, gondolom egyet értetek vele. És ez a úgynevezett érintéstudomány, haptonómia felől jön, érintéstudomány. Biztos, akik itt vagytok, itt ültök, már hallottátok azt a világhírűvé vált könyvtárkísérletet. Ki hallotta a könyvtárkísérletet? Érintés könyvtárkísérlet? Igen, így van. Na már ketten tudjátok. Tudjátok, úgy van, hogy 100 ember közül, ha már tudja egy-kettő, akkor már megvan az esélye, hogy elterjedjen a dolog. De azért ezt elmondom, hogy azt láthassuk, a bevezetőben is beszéltem róla, hogy a nemverbális leolvasás. Hogy ahogyan valaki tudja, hogy ő már a tükör neuronokkal lefényképezünk, hát ennek hatalmas a jelentősége, de minden, ami nem verbális, mint hatalmas érzelmi üzenetekkel hát rendelkezik. Egy könyvtár, könyvkölcsönzés is betanulták persze a könyvtárosok, hogy mikor átadják a könyvet, akkor minden másodikhoz egy bizonyos mozdulattal hozzáértek, de nem hogy szabad szemkontaktust fölvenni, hogy nehogy befolyásolja érzelmileg, tekintet ugye igen, nagy hatalom, hanem csak a betanult mozdulattal. Na most, amikor kimentek a könyvekkel, kérdező biztos az ajtókat, hogy vannak megelégedve a könyvtár szolgálata, stb. Hát az, aki megkapta az érintést, de csak azok, nagyon jó véleménnyel voltak a könyvtárról, sőt, a könyvtárosról, sőt, olyan is volt, hogy annakat fabuláltak, nem is úgy történt, hogy jól elbeszélgetünk, nagyon kellemes a személyisége, stb. Annyi történt, hogy hát semmi különös nem volt, ami melegebb emberi kontaktra. A rejtett és parányi érintés olyan döbbenetes hatással van, mire az érzelmi agyunkra. A tudatos tudatig el se jut. Valahogy féltek-e, majd megkapja a királynőtől, ugye az érzelmi agyunktól az üzenetet, miről van itt szó. De ha a királynő zárol, és azt mondja, hogy idáig valamit éreztem, az jó, de már nem adom oda a királynak. El se jut oda, hogy tudatosuljon, de belül természetesen az érzés maga lefut. A haptonómia tudománya bizonyította, hogy az első életében a gyerek számára, a úszülött számára és aztán csecsemő számára az egyik leginkább az idegsejtek hálózatának a gyarapodását elősegítő ingen az érintés, a ringatás, a simogatás, a puszi, a dögönyözés, a testkérde, a hordozás. Úgyhogy egy új kultúra van, ez a hordozás kultúrája, kísérleti pszichológián alapul, megfigyeléseken alapul, döbbenetes. A hordozás, együttalvás és igény szerinti szoptatás, ez a három, az, ami a kötődő nevelésnek az új törvénye, amivel együtt jár igazolva, hogyha naponta az újszülöttet és csecsemőt 3 órát a testen tartja az alatt. Testet pölkötni, hordozni, nem cipelni, hordozni, úgy, ahogy kell, klasszikusan. Akkor a gyereknek olyan intenzív lesz az érzelmi agyi
hálózatának és a finom mozgásokat irányító kis agyi hálózatának a... Most képzeljünk el egy fát, amelyik elkezd ágakat, így, receptorokat, ágakat, rengeteg kötelék. Tehát valami olyan kifinomult és nagyon tökéletes és annyira gyors lesz a szaporodása is ezeknek a dendriteknek, meg receptoroknak, el tudjuk képzelni, ahogy ezek egymással is szövetségbe szóval egy gazdag hálózat, ami érzelmi intelligencia szempontjából nagyon jelentős. Erről most csak inkább azért beszélek még, mert hát ha van olyan anyuka, aki felhasználhatja ezt a gyerekével kapcsolatos tudásban, hogy a testen hordozás, de később is egy éves kor után is, de az első életében 3 óra testen az elegendő, hogy ilyen ingerellátmány legyen az idegrendszer fejlődésére, és még egy, hogy az anya bekapcsol egy olyan stresszmechanizmus, stresszvédő mechanizmus, ez a gondozó, oltalmazó anyai hormoncsomag. Ez úgy néz ki, hogy mikor a babának szüksége van valamire, és hál' Istennek nem hagyja sírni az anya, hanem oda megy és ellátja és megcsinál. Első életében ne hagyjuk sírni, ez a szabály, hanem ellátni miért, mert abban a pillanatban erősödik és újra kapja az agy azt a fajta töltést, hogy nem hagylak benne a szenvedésben, hanem jön a segítség. És akkor programozódik egy olyan, ilyen pozitív hormon működés, ami a stresszett állapothoz hozzá kapcsolódik. És aztán később, ez imprinting bevésődik, aztán már később magától működik. Óriási a jelentősége, belegondoltok. Érje a felnőttet valamilyen stressz, már jön is neki a gondozó oltalmazó anyai programcsomag mintájára, ugye a beprogramozott szemidítő és csitító hormon. Erről most röviden csak ennyi, de az egész haptonómia érintés tudomány, hogy mit jelent az, hogy test érintkezik a másik testtel, simogatás, a puszi, az ölelés, óriási a jelentősége. Mi? Vitalitásgenerátor. Ezért gondoljuk csak el, ha szereted igazán a másikat, és még érintésszegény kultúrában élünk. Hát igazolták Amerikában, hogy vannak olyan családok, ahol az a konvenció, hogy nem simogatjuk, érintgetjük, puszilgatjuk egymást. Hát akkor mi van ott akkor? Hogy hat az érintés, mikor ennek akkora jelentőséget kiderítették? Ugye megfigyelések, hogy azokban a családokban nem szeretnek így ilyen fizikai érintést, ott meg annyit beszélnek, de annyit. Tehát, hogy az érintkezésnek ez a verbális formája helyettesíti szinte a testi érintést, de a legbarányibb testi érintés is vitalizál, energizál, vitalitásgenerátor, olyan módon kattantja át az életfunkciókat, mintha a sejtek azt az üzenetet kapnák. Szeretnek téged, és érdemes küzdeni az életért. Hát ilyen az ember. Eleszületett társas lények vagyunk, mi már a mévese vagyunk egyedül, ott vagyunk édesanyánk hangjaiban, hosszúri hangjaiban, míg élünk, fogjuk szeretni, hogyha mondjuk víz, és a víznek a hullámzását, csobogását hallod, és hogyha autóba ülünk, például azért is álmosodunk el, és a kisbaba, ha beteszed a kocsiba, alszik rögtön. Mert az anya mélyűri hangjaira emlékeztető mozgás is van, meg kis durus is van, és akkor már alszik is a baba. Miért? Mert odabenn is ezt hallottuk. Tehát, hogy ennyire emberfüggő, társfüggő vagyunk, mi élni halni se tudunk egymás nélkül. És óriási a hatás, amit egymásra teszünk. Most ez az érintésszegény kultúra olyannyira fontos helyre helyezi az érintést. Van egy kanadai származású amerikai pszichiáter, aki kidolgozott egy elméletet, amit arra alapozott, hogy azt igazolta, ha nem simogatnak, ha nem érintenek, akkor elpusztulsz. Na most ezt állatkísérletekkel csinálta, hogy valóban az állatok nem bírják, hogy ne érjenek hozzá a másikhoz annyira, hogy a majmoknál például biztos hallottatok a hárló kísérletekre, hogy kis majmokat elválasztottak, az folyton lóg. Az élet első fél évében az anya szőrébe kapaszkodva itt a mellén ott lóg, és nem megy még a szükségleteit is ott. Tehát egyáltalán nem hagyja el az anyát, és ott szopik, jól lakik, alszik, és ott van, tele kapaszkodva az anyába. És hogy nálunk az emberi hát ösztönvilágban, a megkapaszkodási ösztön, ilyen alapvető érintés, odatartozás. Hogy tudjuk ezt tetten érni? Két dologgal. Minden anyuka tudja, hogy a baba belecsimpaszkodik például a szőrös holmikba, meg hajába nem engedi el, és azok a kis
átmeneti tárgynak nevezi hivatalosan a pszichológia. Tudjátok, ezek a kis rongyocskák, kendőcskék, maci, meg ilyesmi, ami nélkül a gyerek hát muszáj, hogy ott legyen. Kilométerekre vissza kell menni, akár hogyha nem viszik magukkal véletlenül ezt a dolgot, mert anélkül ugye nem élet az élet. Tehát sír a gyerek, mert arra van szüksége. Tehát ez a megkapaszkodás ösztön, ez valami hihetetlen jelentőség, és mind érintésen alapul. És ez a kanadai pszichiáter azt igazolta, hogy ha nincsen simogató érintés, akkor lesz ütő érintés. A stroke, angol kifejezés, tudjuk, aki angol tanult, ütés és simogatást egyaránt érintést jelent. Tehát, ha megversz is simítlak, én most ezt jutott eszembe, ezt ismeritek, hogy annyira fontos, csak érints meg engem. Mert ha nem érintesz meg, elpusztulok érintés nélkül. Az ember depresszióba esik, hogyha nincs igazán olyan emberi környezet. A kutyatartók pontosan tudják, annyit szöröznek, annyit simogatják a kutyát. Igen, és ezek érintés ingerek. Hát ilyen gyarló az ember. Annyira vitalizál, annyira infarktus elszenvedetteknek képzeljétek el. Nézték, hogy hogy megy a rehabilitációs folyamat. Hát kiderítették, hogy van egy csoport, amelyik rettentő jó állapotban van. Szóval az immunrendszere nagyon jó. Mit csinálnak ezek? Kiderült a statisztikai jellemzésből, hogy egy dolog van, ami megkülönbözteti őket. Se az, hogy család, meg mi. Semmi másban nem különböznek, mint hogy kutyatartó. Mit csinálnak ezek? Hát de mentek is. Statisztika tréfája, vagy véletlenül, vagy ténylegesen valami történik. És akkor hát megfigyelték, videóra vették. Mit csinál egy kutyagazda? Hát például simogatja a kutyát. És az, hogy simogatja a kutyát, az olyan érintés ingerrel jár, és az archaikus érintés ingerrel, ami az idegrendszerbe annyira be van programozva, hogy olyan immunstimuláció, olyan jó immunállapot. Tehát akinek kutyája van, nagyon jó az immunállapota. Ezt meg kell mondjam, nem véletlen, nem csak az, hogy ragaszkodik a kutya, aztán az tűzbe menne a gazdájáért, és ez a kontaktus is nagyon jó, hanem mert tényleg vitalizál, tényleg energiákat adó folyamatokat indít a testben. Kaliforniában csináltak kutyás óvodát. Na, csinálnátok meg Magyarországon a kölyál, meg az AMDS, meg lecsapnak, hogy micsoda fertőzési forrás. De közben képzeljétek el, ugye betelepítettek úgy kutyákat, hogy a kicsiknek, mindegyiknek, a nagycsoportosoknak azért, ugye a kicsik csak simogatták, de a nagycsoportosok hordozták is a kutyusokat. És a ennek az óvodának nem voltak fertőző betegség hullámok, ezek olyan egészségesek voltak ezek a gyerekek. Mitől? Hát attól, hogy ugye állandó immunstimuláció azzal, hogy a kutyát gondozták, nem beszélve arról, hogy megtanulták, hogy felelősséget kell vállalni a másikért, és a kutya gondozásában, etetésében nagyon jó ilyen viselkedés szabályozónak bizonyult ez. Hatalmas az ereje az érintésnek, ölelésnek, puszinak, csóknak. Az amerikaiak, mikor csókversenyt csináltak, mert ez is van már, hogy mennyi ideig egyfolytában. És akkor ugye nagyon sokan prűd személyek, általában olyanok, akiknek nincs már esélye a nagy puszilódásra. Minden esetre kritikák, mentek a kritikák, fúj, körülbelül ez volt a lényege. Hogy miért egészségtelen, mert hogy nyálnak, meg fertőzés, meg minden. És akkor mi bizonyosodott be? Mentek a kutatók, jól van, nézzük meg a nyálmintát. Elkezdték a puszilózást, ment be ugye a nyálmintavétel, és akkor azt látták, hogy egy perc ilyen csók az immunrendszert úgy olyan tökéletes állapotba hozza, hogy teljes védelem van a szájban, közlöm, teljes védelem. Úgyhogy ezért nem attól kapunk valamilyen fertőzést, hogy aki szeret, az szájon csókol, vagy esetleg van egy ilyen kis nyári érintkezés, Istenem, nagyon jó hatású, mert immunstimuláció. Szóval tudnám mondani tovább is még, de valahol véget kell vetni egy bizonyos együtt gondolkodásnak, hogy tudjatok ti is kérdezni. Ugye ez a második nagy tétel, immunstimuláló, vitalizáló, energizáló, természetes dolog. Mert ott van, csak nyújtsd ki a kezed, és emeld meg a kezed, és simogasd meg, érj hozzá, és csókold meg azt, akit szeretsz. És így ünnepek közelettél, azt is mondom, a szeretetnek vannak természetes kifejeződései és kifejezési útjai, hogy ne felejtsd el kifejezni ilyen konkrétan és fizikailag, hogy szereted a másikat. És mindjártoknak kellemes ünnepeket kívánok, és köszönöm szépen a figyelmeteket.
a kérdéseiteket. Bármi, bármi. Tudom, hogy először még kicsit nehéz, de nagyon ellendülünk, jó? Hát, ha van valami, ami bármit meg lehet kérdezni. Közben elmondom nektek, mi gondolkodtak a kérdésen, hogy a szemkontaktus és az érintés az agy számára ugyanazt jelenti. Mintha megsimogatnának, mikor egymásra nézünk, ilyen gyöngyét tekintettel, egy kedves tekintettel. Megcsinálták azt a kísérletet, kiültették a kísérleti személyeket, fölrakták rájuk az elektródákat, lehessen látni, ugye agyi elektromos folyamatok, meg a kép, ugye, hogy most a színesbe lehet látni az agyműködés. Na, akkor egymásra nézünk, ugye ez, amiről beszéltem már, hogy az egymásra hangolódásnak ez a különleges történése, a limbikus rendszer érzelmi agy tüzel. Akkor azt mondja a kísérletvezető, és legyen szíves mindketten, csukják be a szemüket. És akkor csak érjenek egymáshoz. És ugyanaz az agyterület került pozitív, tehát rózsaszín tüzel, tehát izgalmi állapotban érzelmi agy. Tehát egymásra nézni, egymásra tekintettel lenni, milyen jó a magyar nyelv, ugye? Hogy ez milyen mély jelentéseket hordoz. Tehát egymást tekinteni vagy egymást megérinteni, az érzelmi agy számára egyenlő hatalmas erejű ajánlék. Úgyhogy majd gondoljatok erre is. Jó szemmel nézni valamit, valakire, jó szemmel, és egy melegen szemmelverés. Csak egy oldalán. Menjen nagyanyáink idejében még ez, hogy szemmelverés. Ezt szerint egy tényt használták, hogy nem néz rá, nem. És ugye egy a gondolat, aminek itt van egy átközvetítése. Hát most nem akarok ilyen misztikus területekre, mert ez realitás. Hogyha van egy nagyon negatív gondolat, és azt beteszem a fejembe, akkor tudjuk, az egész izomzat előfeszített állapotba kerül, hogy azt meg, mondjuk valakire haragszol, és kitekernéd a nyakát, mint hogy azok az izmok előfeszített állapotba kerülnek, és nem annyira jó, mert nem visszük el a számláját annak. Valakire haragszol, hát a te hormonjaid lesznek haraghormonok, hát a te szívedet pusztítja. Buddha is azt mondta, hogy magad ölöd meg mást akarván. A haraggal. És József Attila azt mondta, még jó, ha az ember haragja, nem magát az embert haragja. Ilyen okos volt, mert tényleg a harag minket harag. Na, ezt közben szembe jutott, elmondtam, már azóta biztos van kérdés, ugye van? Hogyan szelíthetem meg a haragosomat? Nem is a haragosomat. Igen. Partner mondja igen. Magáét is. Igen. Én szeretném, hogyha pozitívá válna. Igen, nagyon jó. Hát ha a partner, akkor is a partner, hogy valahogyan lehessen azon változtatni, ami van. Azt mondani valóban, ez egy ilyen...